láncfűrészektől voltak hangosak az erdők az elmúlt hetekben, hónapokban. Országszerte döntő többségében március közepéig végéig tartottak a fakitermelési munkák, de a Nyírerdő ZRT kezelésében lévő két megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar erdeiben sok akácfa fajjal is dolgoznak. Ezek termelését általában április közepéig végzik véghasználatukat illetően. A fakitermelés után tavasszal erdősítésekre kerül sor. Véghasználat követően meghatározott időn belül meg kell, hogy történjen az erdősítés. Ez vagy mesterséges, vagy természetes úgyon történhet meg. Itt a térségünkben elsősorban mesterséges erdőfelításról beszélhetünk, illetve akácfafaj esetében természetes úton, azaz sarjól történik a felújítás. Meglévő területeinken, ott, ahol korábbi időszakban véghasználatra került sor, valamilyen talajvizsgálati előkészítési munka után erdősítünk. Ennek is már azért a végét járjuk, mert ugye a lombfogadás megindult, ilyenkor már a földben illik a csemetének lennie. Elsősorban ugye ősszel próbálunk mindent erdősíteni, de vannak olyan területek, amelyek tavaszra húzódnak át. Tehát ezek folynak, most ezeknek a végét végzik a kollégák. Fakitermelés nyáron is zajlik az erdőkben. A legmelegebb évszakban elsősorban levelővágások, tisztítások, gyérítések történnek. A jelenlegi járványügyi helyzetben az erdők egyébként nincsenek lezárva a kirándulók, sportolók elől. A sóstói parkerdőt sokan is látogatják, köszönhetően a jó időnek is. Az erdészet ugyanakkor arra kér mindenkit, hogy a járványügyi előírásokat, ajánlásokat tartsa szem előtt a természetben is. A távolságot tartsuk be. Most tűzgyújtási tilalomban tüzet gyújtani még a kijelölt helyeken sem szabad, tehát ellenőrizzották a kollégák. Ennek most nincs itt az ideje. Többen járják az erdőt, már csak azért is, mert korlátozott az a hely, ahol az ember egy picit kikapcsolódhat, felüldülhet, vagy friss levegőt szívhat, ezért én egy picit többek látom a forgalmat, de még mindig azért nem gondolom, hogy ez problémás lenne. Nagyobb jelenlétnél a ott hagyott hulladék is nagyobb. Igazából csak azt tudjuk kérni, hogy ha valaki kijön az erdőben, nem feltétlenül kell a szemetet ott hagyni, még ha személygyűjtők is vannak, az a legkívánatosabb, hogy vigyük haza. Mint Tölgyfa Gábor fogalmazott, az erdőben lévő személygyűjtőhelyek szükséges rosszak. Az lenne az ideális, ha nem is lennének használva.